Elsősöket fog tanítani Szabó Edit, húsvéti part a bátszalókon, Pap Róbert a tehetséges fuvolás, húsvét a katolikus egyházban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 31-én 18 óra 5 perckor. A Györfi István Katolikus Általános Iskolában szeptembertől Szabó Edit tanítónő lesz az egyik elsős osztály osztályfőnöke. Az egykori iskolájában már 11 éve tanít. Mivel húgom és közte 10 év a korkülönbség, nagyon szívesen foglalkozott iskolásként vele. Ez is indította el a tanítói pályán, de elsős tanítója Nagy Erzsébet is nagy hatással volt rá. Nagyon régre nyúlik vissza ez a hivatástudat, ugyanis a húgommal és köztem 10 év a korkülönbség, és akkor már én éreztem, hogy nagyon szívesen foglalkozok vele, mint kisgyerekkel, és ez indított el egy részről, másrészt pedig ebbe az iskolába, Györfi István iskolába jártam én is, és Nagy Erzsébet tanítónéni volt az első tanítónéném, de említhetném akár a többi későbbi pedagógust is, akik tanítottak, rám nagyon nagy hatással voltak, és meggyőződésem, hogy ők ezek közel játszottak abban, hogy végül is ezt a pályát választottam, ami úgy tűnik így most már lassan a pályán vége fele, hogy jó döntés volt. Az elmúlt 36 év igazolta, jól döntött. Előbb Budapesten, majd Bucsán tanított, és egykori iskolájában már 11 éve. Én Budapesten kezdtem egy 1600 fős vadonatúj általános művelődési központban, ami egy nagy új lakótelepnek az iskolája volt. Utána 15 év után kerültem Bucsa községre, ahol szintén Bucsa község általános iskolájába, ahol megtapasztaltam a kistelepülési iskola működését és hangulatát. Majd utána úgy hozta az élet, hogy ide kerültem ebbe az iskolába, vissza, 11 éve tanítok itt, és nagyon jó érzéssel jöttem vissza. Tantermét másodikosai rajzai díszítik, ősztől a falakat leendő elsősei munkáit fogják megtölteni. Az óvodásokkal ez a vírusos időszak kicsit megnehezítette a kapcsolattartást. Ez az online felületre került, Fecske hívogató néven, ott tartja a gyerekekkel, szülőkkel a kapcsolatot. Ez a vírusos időszak egy kicsit megnehezítette a munkánkat, ugyanis az internet online felületen egy Fecske hívogató kis Facebook csoporton keresztül tartjuk a gyerekekkel és a szülőkkel a kapcsolatot. És úgy gondolom, hogy ez reményen felül jól működött, sőt, azt tudom mondani, hogy még jobban betekintést nyerhettünk a gyerekek munkájában, még alaposabban megismerhettük a kis személyiségüket, jó volt látni mosolygós kis arcukat, és megkönnyíti a szeptemberi kezdést, mert közelebb kerültünk egymáshoz, mint amikor iskolai időben sok-sok gyerek érkezik két hetente hozzánk, és akkor nem is igazán tudjuk néven szólítani őket, így meg egy nagyon nagy élmény, hogy a nevükön szólítva egy-egy pozitív gondolattal, dicsérettel ösztönözve őket sarkaljuk arra, hogy minél többet foglalkozzanak, vagy készüljenek egy kicsit az iskolára. Nem tanulni kell, ez nagyon-nagyon fontos, hanem elsődlegesen szeretném felhívni a szülők figyelmét, hogy a mozgás, ami legalapvetőbb egy kisgyermek fejlődése életében, minden nap meséljenek, beszélgessenek, ne felejtsék el a ceruzát, a színezést, mert ezek azok a
képességek, ezeknek a képességeknek a minél magasabb szintű tudása vagy használata, ami segít nekünk az iskolába lépéskor. Fontosnak tartja az óvoda iskola átmenetet, hiszen el kell szakadni a gyerekeknek szeretett óvodájuktól, óvónéniüktől és a szüleiktől is. Ez az iskolába lépés egy akkora mérföldkő a gyermek életében, ami lehet, hogy ilyen nagy követ átugrani még egyszer nem is kell az életében, hiszen el kell szakadni a szeretett óvodájától, óvónénitől, és bizony sok gyereknek a szülőtől is, mert egyre kevesebbet van vele. És ebben a ennek a mérföldkődnek a sikeres átugrásában szoktam segíteni őket az első két hónapban. Az első két hónap, bár 45 percesek az órák, de mindig úgy épül föl, hogy egy-egy órában kicsit énekelünk, kicsit mozgunk, kicsit beszélgetünk, és természetesen azért ott van elrejtve az új ismeret, az új tananyag, de mindez játékos formában, és nyilván egyre, ahogy telik az első, majd a második hónap, egyre inkább bevezetjük őket a komolyabb munkába, hiszen október vége körül már elkezdjük a betűtanítást. Október végén pedig elkezdik a betűk tanítását a tanítónők, akit kicsit szigorúan, de következetesnek tartottak mindig a szülők. Mindig csak annyit kér vissza, amit megtanít. Én nagyon fontosnak tartom a tudást, és úgy gondolom, hogy a pályám során, még ha néha kicsit szigorúnak is tartottak, azért mindig elmondhatták a szülők azt, vagy remélem, hogy ezt mondták, hogy következetes vagyok, igaz, hogy követelek, de mindig csak annyit követelek, annyit kérek vissza, amit igyekeztem megtanítani. Nyilván otthon gyakorolni kell, és ezt a szülőknek is meg kell érteni, el kell fogadnia, hogy minden gyermek képessége más. Mindenki más ütemben tud haladni és tanulni. Van, akinek elég az órai tananyag, meg a délutáni napközis tanulás, van, akinek otthon is még egy kicsit rá kell gyakorolni. De én úgy gondolom, hogy azoknak a szülőknek, akiknek a gyereke tudásának az előrehaladása fontos, az jó szívvel gondol az első két évre vissza, mert most is azt hallom vissza, hogy tanítónéni, olyan jó volt, hogy akkor így csinálták, mert a gyerek nagyon sokat tanult abból, és erre az a biztos alapra lehet építeni. Mivel Szabó Editnek a kikapcsolódást munkája jelenti, örökké kutakodik, keresgél, fejleszti tudását. Próbálom a önképzéssel a tudásomat fejleszteni, gyarapítani, hogy a kor pedagógiai kihívásainak mindenképp meg tudjak felelni, és a munkámban éppen ezért nagyon szeretem és alkalmazom a drámapedagógia, az élménypedagógia és a projektoktatás módszerét. Ezek a módszerek lehetővé teszik számomra, hogy játékosan, tevékenykedve és sokszor az iskola kapuit elhagyva juttassuk a gyerekeket komplex ismeretekhez. És ezért mondom, hogy munkám a hobbim, mert nyilván ehhez mindig egy ilyen kis kutató munka van. Na de nagyon szeretek a munka mellett természetjáró vagyok, szeretem a természetet, imádok kirándulni, és emellett azért az olvasás, egy színházi közvetítés megnézése a mostani időszakban, egy jó film mindig kellemes kikapcsolódás számomra. A tanításban párja Miklósi Krisztián lesz, akivel nagyon jó a kollegális kapcsolata. Munkájára nagyban számít, maximálisan segíti a délelőtti munkát a délutáni tanulással, és a gyerekek jól felkészülten érkeznek másnap az iskolába. A gyerekek is imádják, szolgálatkész, segítőkész pedagógus, mondta róla Szabó Edit, aki várja a szeptember 1-jét, amikor a sok kis csillogó szemű kisgyermek megérkezik az osztályába. Sajnos az idei évben sem tudták hagyományos tavaszköszöntő rendezvényüket megszervezni a bátszalókon. Így más módját választották a húsvéti sokadalomnak. A szalókiak nem szeretik üres kézzel várni a tavaszt. Ezért szorgos kezek hetek óta azon fáradoztak, hogy csodaszép köntösbe öltöztessék a Tiszató strand területét. Sajnos már egy nagy rendezvényünk elmaradt, a Tiszató Böllér Fesztivál,
ahol több ezer látogató szokott nálunk lenni, ez tavaly is és az idén is sajnos már elmaradt. Ezután a következő rendezvény a húsvéti sonkadalom, amely a város főterén szokott megrendezésre kerülni, de az idén sajnos ez a rendezvény is elmarad. De hogy ne maradjunk húsvét nélkül, és a város főtere egy kicsit kisebb térben, ezért most a Tiszató strandra, a Bátszalók szabad strandjára hoztuk ki a díszítésünket, azért, hogy ebben a járványos időszakban is tudjanak benne gyönyörködni a kedves vendégek. Itt mindenki megtalálja magának való, családok látogathatnak ide. Nem mellesleg itt halad el a kerékpárút, ahol valószínűleg megjelennek a következő héten már a kerékpárosok, és nekik is egy-egy megállóra, pihenőre tudjunk kedveskedni, hiszen készülünk a húsvéti ünnepekre, és nagyon várjuk a tavaszt. A helyieket elvarázsolta a húsvéti partszakasz. Ez nagyon klassz. Meglepődtünk, mikor bejöttünk, akkor csak néztük, hogy mi is ez, mi akar lenni. Ez nagyon ötletes és nagyon jó. Szerintem nagyon szép, főleg a gyerekek szerintem nagyon fogják ezt élvezni, mert vannak kisebb játékok is, meg olyan helyszínek, ahol igazából ilyen szép húsvéti képeket is lehet készíteni. A polgármester elárulta a Karcag Televíziónak. Azért választották ezt a helyszínt a polgármesteri hivatal előtti tér helyett, hogy kényelmesen elférjenek az ide látogatók. Még a húsvéti hétvégére, a 4 napra még készülünk tovább bővíteni az attrakciónkat, még egy kis meglepetéssel fogunk készülni, és hát ugye itthon lévő abátszalókiak, illetve hogyha valaki a szabad idejét kint szeretné tölteni a szabad levegőn, a megfelelő szabályokat természetesen betartva, akkor kellemesen érezhesse itt magát, és egy kicsit jobb legyen a hangulata, és hogy minél hamarabb fel tudjunk majd szabadulni. Így a Bátszalók nem csak nyáron, hanem ebben az időszakban is kikapcsolódást jelenthet a turisták számára. Kiskorában a templomban Koppány Mária orgonajátéka elvarázsolta, de sajnos ezt a hangszert nem tanulhatta, így lett fuvolista Pap Róbert, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola végzőse. A kedvence az ének, a történelem és a fizika, ez tanárainak is köszönhető, mégis a zene számára minden, fuvola művész szeretne lenni. Legjobban az ének hoz, mert zenei beállítottságú vagyok, zenésklubban már 8 éve és fuvolán játszom. És akkor térjünk át a szakmai tárgyakra, mondhatjuk. Mi az, ami kedvenced? A fuvola, ugye nyilván, mert tanulok zongorakötelezőt és szolfés tanulok zenéskolába. Most itt a természettudományi teremben beszélgetünk, úgy tudom, hogy a tantárgyak közül itt is van olyan, amit szeretsz. A fizikát szeretem, és a történelmet szeretem még. Ez kicsit messze áll egymást, ez a két tantárgy, de ez hogy jött? És mi leszel, hogyha nagy leszel, hiszen itt hallottuk igazgatónőtől, hogy tulajdonképpen a zene a minden számodra. Zenévész szeretnék lenni. Azon belül? Fuvolami vész, én fuvolát tudok, és ugye azzal szeretnék tovább haladni. És miért pont a fuvolát választottad? Hiszen ez egy kecses hangszer, tehát nem minden nap használ az ember ilyen hangszert, tehát miért nem zongorán tanulsz? Ez egy érdekes történet, ugyanis én először orgonát szeretem tanulni. Ugye ez nem volt az iskolában, és akkor ugye nem ismert már csak a fuvolát. És ugye nyomottak a fuvola. És akkor én nagyon megszerettem ugye elmúlt 4 év alatt most már. És akkor ez mennyi gyakorlás jelent számodra naponta? Hát most már naponta 2 azt gyakorolni fuvalára. Régebben sokkal kevesen volt, ugye. És tanulása mennyi idő jut? Vegyes. Inkább kevesebb arra viszont így. És milyen tanuló vagy, hogy hazamész a suliból, leülsz és rögtön nekiülsz? Hát mintha hazaérek, utána szoktam nekem gyakorolni. Ez egy ilyen 2 óra fuvala és 1 óra a zongorokat leszünk, 1 óra szolfés gyakorlás, és akkor utána neki tanulni. Mit jelent neked a tanulás szempontjából a zene? Hát egy nyugalmat, hogy megnyugodtam, hogy legyen előkészítést, hogy... Kedvenceid? Egyik kedvencének a Gabriel Fauré Pavan, ez egy francia zenemű, egy lassabb és egy periódusokból álló zenemű. A Konstantin Dimitrescu egy román zeneszerzőtől az Ördögtánc, Jádanyi Pál szonatina és a Szervánszki szonatina. És mennyire vagy hangulatember? Vegyes, tehát hogy attól, hogy mennyire éppen vagyok éppen zaklatott, vagy nem, vagy nyugodt vagyok. Én éppen milyen
ha legyek, hogy nyugodni, akkor inkább egy lassabb zeneszámot, hogyha pedig inkább rakom a tuningolni, úgymond, akkor egy gyorsabbat. Azért nem nagyon vannak versenyek, inkább azok is az online térbe szorultak át. Egyszer voltam egy fafúgós verseny, meg többször az iskolában léptem fel, Nefisztáron, legutóbb a karácsonyi műsorban léptem fel, a Diótér összintből a virágkeringőt játszottam, és én karácsonyi dalokat mellé. És fontos számodra a közönség visszajelzése? Fontos, hogy nekik játszom, nem magamnak, hanem nekik. És attól lesz a valaki, hogy nekik tetszik, amit én játszok nekik. Hova mész 8. után? A Debrecen-Eszernél a Kossuth-Lajos Gyakorló Gimnáziumba. Egyébként, hogyha mondjuk nem fuvolát tanulnál, mert lett volna az a hangszer, amit kerestél volna, akkor most ugyanilyen lelkes lennél? Valószínűleg igen. Nekem az egész onnan jött, hogy még kicsi voltam, elmentünk nekem a templomba. És ugye, menjünk fel. És ugye ott volt Koppány Marika, így az organ, és akkor behívott, hogy nézem meg. És akkor én megnéztem, és akkor szerettem meg, és láttam, amikor Marika néni orgonál, és akkor mondta, hogy én ezt szeretném csinálni. És mit kaptál a zenétől eddig? Egy nyugalmat, és az, hogy mindenre van megoldás, és hogy amit tagunk, azért harcolni kell. Tehát akkor kitartás. És nagyon nehéz, tehát hogy sokan azt gondolják, hogy csak megfújom és ennyi, de nem. Különböző fújási technikák vannak, és ezeket elsejteni nem egy-két óra hossza, hanem jóval több. Szülei örülnek sikereinek, és támogatják. Ők elintem voltak, hogy ilyen hosszú ideig fog tartani, de örülnek neki és támogatnak. Nekem nem volt a családban, aki zeneművész lett volt, ilyen dobutajások, így mond. Hírstúdiónk vendége Gulyás Zsolt érseki tanácsos, akivel a húsvét üzenetéről beszélgetünk. Mai vendégünk Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos, a György István Katolikus Általános Iskola lelkivezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Beköszöntött a tavasz. Újul a természet, és az egyház életében is egy nagyon fontos ünnepkör veszi kezdetét. Mi ez? Beszéljünk róla egy kicsit részletesen. Ezzel elkezdődik a nagyheti szertartás és a húsvétra való készületünk. A keresztényeknek ez a legnagyobb ünnepe. A karácsonyra mondhatjuk, hogy a legbensőségesebb ünnep, ami egyben családünnep is. Mégis nekünk keresztényeknek a legnagyobb ünnep a húsvét, hiszen Jézus Krisztus szenvedését, halálát, föltámadását ünnepeljük meg, és egész keresztény mi voltunknak ez a központi kérdése és témája is az ünneplésünknek is ez a legfőbb oka. Hogyan történik most az ünneplés? Nyilván itt most arra gondolok, hogy már a tavalyi évben sem úgy sikerült, ahogy az elmúlt évtizedek alatt, és idén is egy kicsit rendhagyó lesz ez. Igen, bár bennem van még egy kis halván remény, hogy hát ha a húsvétra, ugyanúgy, mint karácsonykor volt egy feloldás, és van esetleg egy remény, hogy hát ha a húsvétra esetleg újra együtt lehetünk a hívekkel. A mi egyházmegyénkben is az érsek úr úgy rendelkezett, hogy a nép részvétele nélkül lehet szentmisét bemutatni. Ha ez nem változik, akkor ez azt jelenti, hogy minisztráns sekrest is részvételével mutathatom be a húsvéti szentmisét. Hát nyilván ez mindenki számára úgy megpróbáló dolog, üres templomban misézni, de hát most ezt kell elfogadnunk, ez a mi úgymond áldozatunk, vagy nehézségünk, de ugyan tavaly is reménykedtünk, bízunk benne, hogy majd csak hamarosan véget ér ez az időszak is. Újra visszatérhetünk a templomba. Zsolt atya, köszönöm az interjút. Én is köszönöm a meghívást. És nagyon boldog, áldott húsvét ünnepeket kívánok. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék! Vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!